A nyíregyházi csapat évek óta a szlovákiai Nagysároson a Sáris kupán tartja a bajnoki főpróbát. Az NTK az elmúlt szombaton címvédőként vágott neki a hadcsapatos tornának, úgy, hogy az alapembernek számító Szegő Levente betegsége miatt nem tudta vállalni a játékot. A nyíregyháziak végül 3374 fás teljesítménnyel a második helyen végeztek a hazaiak mögött, Mogyorósi Péter pedig 599 fával egyéniben ezüstérmes lett, és elhozta a legjobb külföldi versenyzőnek járó külön díjat is. Nagy várakozással indultunk neki ennek a Sáris kupának, mert mint tudva levő, az előző két Sáris kupát a nyíregyháza csapata nyerte, így egy kis respekttel kezdtük ezt a felkészülési tornát. Sajnos már az elején rögtön tisztázódott, hogy 6 ember helyett 5 emberrel érkezünk, ezért a csapatvezetőnek, Cseszlai Sándornak kellett úgymond beugróként a mélyvízben helytállnia. A csapatunk második helyen végzett. Ez felkészülésnek egész jó, személyemben is második helyen végeztem egyéniben. A Szuperliga mezőnye két csapattól bővült a legutóbbi szezon 10 együtteséhez képest, ami a nyíregyháziak legrutinosabb játékosa, Szlovenszky Tibor szerint jó hatással lesz majd a színvonalra. Én erősebb bajnokságra számítok, mint tavaly, ugyanis az bajnokság első 4 helyezettje az egymástól tulajdonképpen erősített, tehát kicsit kiegyenítettebb lesz a mostani mezőny. A hátulja tulajdonképpen, ahol mi magunkat soroljuk, tehát hátsó 6 csapat, ott sincs, tehát előre nem lehet lemondani, hogy melyik csapat lesz abszolút kieső, mert papírforma az nem mindig jön be. Szeretném, hogyha a csapat 6. hely környékén végezne, tehát erre az elmúlt bajnokság alapján úgy veszem észre, hogy ezzel a garnitúrával, változatlan garnitúrával, amit a múlt évben játszottunk, ezzel képes lenne a 6. helyet megcélozni. Az NTK a nyitófordulóban szombaton a BKV előrotthonában vendégszerepel. A nyíregyházi csapat a korábbi gyakorlattól eltérően nem vasárnap, hanem szombaton játssza majd a hazai meccseit, így először szeptember 12-én a Kaposvár ellen gurítanak szlovenszkijék a Városi Stadion Tekecsarnokában.